Holnap május 1-e a munka nemzetközi ünnepe. Tegnap szinte elviselhetetlen büszkeserítette meg a topolyai polgárok életét, mára viszont javult a helyzet. Az elkövetkező hetekben a reális szintre csökkentik a gyógyszerárakat. Tisztújító közgyűlést tartott a Vöröskereszt községi szervezete. Először tartottak tegnap diák színjátszó találkozót Bácskos útfalván. Köszöntöm kedves nézőinket, április 30-ai híradónkat látják. Május 1-éről a munka nemzetközi ünnepéről világszerte megemlékeznek. 1886. május 1-én a chicagói munkás szakszervezetek sztrájkot szerveztek a 8 órás munkaidő bevezetéséért. Községünk területén is számos lehetőség közül válogathatnak azok, akik ünnepelni, piknikezni szeretnének valamelyik kirándulóhelyen. Pacséron ma este 9 órakor tábortüzet gyújtanak az Akácosban. A topolyai tópart is benépesül, a majálisozókat arra kérik, őrizzék a zöld felületeket. Pannonián és Zobnaticán is felkészülten várják a vendégeket, az utóbbi helyen megtekinthetik a lovakat, kocsikázhatnak, lovagolhatnak, horgászhatnak is. A Bácskos útfal vérekében is lehetőség van ünneplésre. A Vajdasági Magyar Szövetség közzétette honlapján azt a koalíciós szerződést, amelyet a Szerb Haladó Párttal kötött. A dokumentum 11 pontban és számos alpontban rögzíti a VMS prioritásait és elvárásait az új kormány programjával kapcsolatban. Ezek az európai integrációval, Vajdaság helyzetével, a regionális és infrastruktúra fejlesztésekkel, a nagyberuházásokkal kapcsolatosak. Szó van benne az egészségügyről, a szociális védelemről, a mezőgazdaságról, a nemzeti kisebbségek részvételéről a közszférában. Külön pontban foglalkoznak a kisebbségi jogokkal, a bűnüldözéssel és igazságszolgáltatással, a szerb-magyar történelmi megbékéléssel, vagyonvisszaszármaztatással, rehabilitációval, az egyházakkal való együttműködéssel és a helyi önkormányzatokkal. A dokumentum teljes szövege elolvasható a vms.org.rs honlapon. Április 28-án egyeztető tárgyalásra került sor a Topolyai Községházán. Jelen volt Drági Vucskovics, az Észak-Bácskai Körzet elnöke, Kókai Mernyák Melinda, Topolya Községi elnöke, Harmati István, a Krivaja Kft. Igazgatója, Zavarko Árpád, a Krivaja Kft. Ügyvédje és a Szabadkai Rendőrkapitányság képviselője. Az összehívott tárgyalás napi rendjét a Krivaja vállalat tulajdonában lévő krivajai, azaz bácséri, illetve a környékén lévő kis településeken lévő áramhálózat, vízhálózat, a fűtési rendszer, az iskola, valamint a Bácska település mellett létrehozott illegális hulladéktelep ügye képezte. A felek az egyeztetés végére megállapodtak abban, hogy lépésről lépésre együttműködnek a felsorolt problémák megoldásában, illetve új tárgyalásra is sor fog kerülni, ahol a vajdasági áramszolgáltató művek képviselői is jelen lesznek, ők lesznek az esemény házigazdái május 20-án. Emellett a Krivaja Kft. És a Piláki közösség képviselői megállapodtak abban, hogy az ivóvíz szolgáltatási gondok rendezése érdekében a vállalat ingyenesen átadja a pilákiak számára a település vízhálózatát és a felette lévő földterületeket. Ezt egy piláki vízgazdálkodási egyesület fogja kezelni, amelyet a községi bíróság is jóvá hagyott április 28-án kell döntésével. A Krivaja Kft. 2000 euró összeget adományoz az egyesület részére, melyet 20 helyi polgár alkot, és ebből kell fedezniük a vízszolgáltatás megszervezését. Az összeget még aznap április 28-án be is fizették az egyesület folyószámlájára. Tegnap szinte elviselhetetlen büszkeserítette meg a topolyai polgárok életét, mára viszont javult a helyzet. Az illetékes felügyelő bizottság reagált a számos lakossági panasz, a községi szervek és a média hatására, és ellátogatott a topolyai Zsibel állati hulladékfeldolgozó vállalatba. A tartományi környezetvédelmi felügyelőtől, Dragan Szekulittól megtudtuk, hogy a gyárban folyamatban van az új levegőszűrő rendszer beszerelése és próba üzemeltetése, emiatt történt a kellemetlen szag kibocsátása a délelőtti órákban. A Zsibel vezetőségének állítása szerint a próbaüzemeltetést követően a légszennyezés teljesen megszűnik, és ezáltal a jövőben a topolyai levegő is kellemes lesz. A témával kapcsolatban Kókai Mernyák Melinda községi elnököt is megkérdeztük. Megkértem a környezetvédelmi felügyelőt, hogy menjen ki, és nézze meg, hogy mi a probléma. Szerintem olyan egy hónappal, két hónappal ezelőtt már beszélgettünk erről a témáról, hogy ígéretet kaptunk a Zsibel vállalattól, hogy felszerelnek egy szűrőt, amely sokkal elviselhetőbb teszi ezt a
ezt a bűzt. Egy ideig ez működött is, tehát április 1-én szerelték föl, és tegnap szűrőt cseréltek, akkor lett ez az elviselhetetlen bűz a városban, és ígéretet kaptunk, hogy működik ez a rendszer, ilyen kisebb meghibásodások történhetnek, hát várjuk a következményeket. Ma már nem érződik, úgyhogy remélem, hogy ez működőképes lesz ez a rendszer. A vajdasági kormány 3312 egyetemi hallgatónak ad úti költségtérítést az idén. A keretösszeg 40 millió dinár. Erről Dragoszláv Petrovics illetékes titkár írt alá szerződést 34 község vezetőivel. Mint mondta, a tartományban 67 000 egyetemi hallgató tanul, közülük 4800 diák otthonban él. A többiek közül több mint 3000-en ingáznak, és nekik sokat jelent az 50%-os úti költségtérítés. Petrovics reméli, hogy emellett a községek is segítenek az egyetemistáknak. A találkozón szóba került az is, hogy a következő tanévben 6500 elsőst vesznek föl a költségvetés terhére. Olyan szakokra irányítják őket, amilyen káderekre a munkapiacnak szüksége van. Az elkövetkező hetekben a reális szintre csökkentik a gyógyszerárakat, amiknek köszönhetően egyes orvosságok akár 50%-kal olcsóbbak lehetnek, közölte az egészségügyi alapilletékese. Az új szabályzat bevezetésével várhatóan az A1-es listán szereplő gyógyszerekért a jövő évtől nem kell hozzájárulást fizetni. Tisztújító közgyűlést tartott a Vöröskereszt községi szervezete pénteken. A régi vezetőség ismét bizalmat kapott, a választmány elnöke Josip Kospenda, alelnök dr. Agyánszky János, a titkár pedig Lestár Tibor. A Vöröskereszt megtartotta a választói közgyűlést. Ez az első napirendi pont keretében megköszönjük az együttműködést az eddigi közgyűlés tagoknak, akik nem lettek újra választva, viszont verifikáljuk és ellenőrizzük az újra választott tagoknak a megjelenését. Ezután a választásokra fog kerülni sor, amely azt jelenti, hogy a közgyűlés megválasztja az elnökét, az alelnökét, valamint megválasztja a vezetőséget, amely vezetni fogja a Vöröskeresztnek a közgyűlését és az összes aktivitását. Ezen kívül a vezetőség meg fogja választani és ajánlani fogja a vajdasági Vöröskeresztnek a közgyűlésnek, illetve a Vöröskereszt titkárának a személyét. Ez pedig Lestár Tibor személyében van, és reméljük az eddigi munkájával, én azt gondolom, kiérdemelte azt, hogy továbbra is titkár legyen. Ezen kívül kiemelném azt is, hogy a munkák, amelyeket elvégeztünk az elmúlt 4 év alatt, én a megfelelő programok alapján teljes mértékben hitelesítettük, ide végrehajtottuk, és voltak kiváló eredményeink is, amelyeknek büszkék lehetünk, és ezt különösen megköszönném a mi önkénteseinknek, akik végezték a munkát a Vöröskeresztben, amely körülbelül 3000 ilyen önkéntesünk van, és mindezeket az ő nélkülük természetesen ezt nem tudtuk volna elvégezni, mi csak azért vagyunk itt, hogy esetleg koordináljuk a munkájukat, és természetesen, hogy ez kihat majd a további feladatokra is, amelyeket reméljük, hogy sikeresen fogjuk elvégezni. Topolyán és környékén is egyre több a kábítószerfüggő fiatal. A Topolyai Egészségház védőnő szolgálata már évek óta megelőző előadásokat tart a témával kapcsolatban. Ma a Csáky Lajos általános iskolába látogattak. Az idei évtől a védőnőkhöz csatlakozott a Hozsanna függőségi betegségekkel foglalkozó közösség vezetője is, aki saját tapasztalatait is megosztja. Megszerveztük nem csak a Csáky Lajos iskolában, hanem Topolya összes iskolájában a narkomániáról az előadásokat, de különben minden évben és minden generáció föl van ölelve, évek hosszú sora óta, úgyhogy különböző témákkal kapcsolatban tartunk előadásokat. Tehát az egészségház keretében már évek óta a patronás nővérek végzik ezt a feladatot. Mik a tapasztalatok? Hát végül is az iskolák igénylik az ilyen előadásokat, mivel felvilágosító és megelőző munka folyik, és a gyerekek, tanulók csak első kézből hallanak a témákkal kapcsolatban. Miben különbözik az idei év az eddigiektől? Minden évben végül is ugyanolyan szinten tartjuk az előadást. Az a különbség, hogy most felvettük a kapcsolatot a Hosszána nevű közösséggel, és rajtuk köröztül tartjuk a narkomániáról az előadásokat velük. Miért veszel részt ebben a programban? Ebben a programban azért veszek részt, mert segítem ugye az egészségügy munkáját.
tulajdonképpen a tapasztalatomat osztom meg, mivel te egy volt függő vagyok, és a Horzsanak közösségben dolgozok, mint vezető. Elmondom a tapasztalatot, és megpróbálok válaszolni minden kérdésre, szóval a fiatalok által föltett kérdésre, és így hát egy kicsit közelebb hozni ezt a témát, meg felhívni a figyelmüket, hogy már ebben a korban én hogy jártam, és mire figyeljenek már most, mit bírnak elkezdeni javítani a saját életükből, nem csak, hogy ne legyenek függők, hanem hogy jobb, tudatosabb életük legyen. Ha valakit komolyabban érdekelne a téma, illetve vagy szeretne tanácsot kérni, akkor hová lehet fordulni? Hát persze, hogy a közösségnek van szájtja, oldala, netes oldala, amin ott vannak az elérhetőségek, és akkor így kontaktálhatnak bármilyen probléma, vagy segítség, vagy tanácsa a kérdésekkel, úgyhogy mindig rendelkezésre állunk. Bácskos udvarban tartottak tegnap véradási akciót. A 46 jelentkező közül 35-en adhattak vért, 17 liter és 880 milliliter gyűlt össze. A következő önkéntes akciót május 6-án tartják szintén Bácskos udvarban. Tegnap kezdték kifizetni a munkanélküli segélyeket Szerbiában. A márciusi hónap járadékát az érintettek a postai kirendeltségekben vehetik fel. Ugyancsak ma utalják át a Koszovóból ide települtek számára járó juttatások szeptemberi hónapra vonatkozó részét. Érdekes kiállítás nyílt a Topolyai Art Galeriben. A részletekről Zsáki István festőművészt kérdeztük. Ez a tárlat már egy régebben megbeszélt tárlat, még tavaly megbeszéltük Brekánovicsal és a Benixállal közösen, hogy ezt a kiállítást itt az Art Galeriban megcsináljuk. Hát egy igen teljes képet hozott Brekánovics a műveivel, az egy ilyen tetszetős kiállítás, ezt köszönhessük annak, hogy egy ilyen tiszta színeket használ, és ezek a tiszta színek egy ilyen expresszív, egy ilyen nagyon erőteljes ecsethúzásokkal vannak elkészítve. Hát ezekben készült el az ő témái, a témák azok leginkább tájképek, ugyanakkor életképek, és hát vannak csendéletek is, és portrék is közte. Látszik, hogy nem útkereső. Az uta már, hogy hogyan fest, az régebben megvan, de egy nagyon szép képzőművészeti meséje van neki, amelyet elhozott, és ezek a meséket mondhatnánk, hogy ez egy közép-európai expresszionista festészetnek mondhatnánk azt is, hogy még egy élő tendenciája, amelyet ő folytat. Tehát ebben a tendenciában ezeket a tiszta színeket egy ilyen markáns és egy ilyen erős fekete vonalakkal húzza körül, amelyikben készül őneki a fruskagórai tájak, ugyanakkor a porosfalusi utcák, akkor a csendéletek, vagy pedig az életképek, mert van neki itt ilyen bibliai témák itt is, amit elhozott, és ezért valahol az a húsvéti ünnepekre ez a kiállítás egy igen megfelelő, és egy ilyen téma, amely akkor, vagyis most ugye, tehát egy ilyen aktuális jött, és valahol ő, gondolom, hogy azért is választotta ezt a napot. Ő a vajdasági, vagyis a szerémi és a bánáti, az a bácskai festészetnek egy ilyen megtestesítője, mert ezekből a tájakból, a poros utcákból és a ködös reggelekből vagy hajnalokból hoz ide képeket. Először tartottak tegnap diákszínjátszó találkozót Bácskos udvarban. A versenyen 12 csapat vett részt, többek között Nemes Militicsről, Topolyáról, Gunarasról, Csantavérről, Kispiacról és Bácskos udvarváról. A háromtagú szakmai zsűri döntése alapján a szemle harmadik helyezettje a Bácskos udvarvi általános iskola színjátszóköre, a második a Topolyai Művelődési Ház mosolycsaló bábcsoportja lett, az első helyezett pedig a Csantavérjek Crazy Story című előadása. Május 8-án csütörtökön 18 órakor mutatják be Tékis Tamás Tükörtestvér című könyvét a Topolyai Népkönyvtár padlás termében. A Tükörtestvér a Fórum Könyvkiadó és a Magyar Nemzeti Tanács 2011-es regénypályázatának nyertes munkája, amely Kanizsáról, Szegedről, a fiatalokról, az életről, csodákról, a változásról, szerelemről és annak hiányáról szól. A szerzővel Fehér Dorottya beszélget.
A Topolya melletti Kingatanyán május 17-én tartják meg az idei Jufesztivált. Az egész napos rendezvény keretében lesz majd kecske és birka kiállítás, birkanyíró verseny, valamint főzőverseny is. A csapatok esetében a nevezési díj 2000 dinár, illetve fejenként 500 dinár. Bővebb tájékoztatás a képernyőn látható telefonszámokon kapható. A négy napos ünnep ideje alatt a Topolyai Egészségház mentőszolgálata megerősített ügyeletet tart. Azok a betegek, akik terápiára szorulnak, itt vehetik fel. Az egészségház gyógyszertárai nem dolgoznak május 1-én és 2-án, szombaton viszont igen. 7-től 11 óra 30 percig tartanak nyitva Topolyán és a falvakban is. A Gomex Topolyán május 1-én 14 óráig dolgozik, 2-án pedig a megszokott munkaidőben. A Róda Market a Korvin Mátyás utcában ugyancsak a megszokott munkaidőben várja a vásárlókat. A Komgrádban május 1-én és 2-án munkaszüneti nap van. A szemetet azokból a körzetekből, ahol ez ezeken a napokon esedékes, a következő héten szállítják el. A Komgrád többi szolgálatában ügyeletet tartanak. A bankokban május 1-én és 2-án nem dolgoznak, szombaton viszont 7-től 13 óráig dolgoznak. A Régió Rádió és az Express Channel kábel televízió hétfőig felvételről sugározza adását. Hétfőtől a megszokott műsorséma szerint folytatjuk műsorainkat. Minden kedves rádióhallgatónknak és tévénézőnknek kellemes ünnepet, jó pihenést kívánunk! Híradónk után a Kultúrvarázs című műsorunkban ma bemutatjuk a legújabb topolyai kazincérmest. Műsorunkban szólunk arról is, hogy az önkormányzat fogadta a Cirkalom Néptánc Együttest. Anyák napi kiállításra hívjuk Önöket, amelyet a Művelődési Ház kiállítási termében tartottak meg. Nézzenek bennünket ma 16 óra 30 és 19 óra 30 perctől. Befejeződött a bajnokság az első szerb férfi kosárlabda ligában. Az utolsó fordulóban a Topolya csapata az Ópazovai Stara Pazova ellen idegenben nyert 71-59 arányban. Csapatunk 9. lett 12 győzelemmel és 14 vereséggel. Bencsik Miklós vezetőedző elmondta, hogy az ünnepek után már megkezdődnek az edzések, egyben a felkészülés is a következő bajnoki idényre. Csütörtökön május 1-én több órás napsütésre van kilátás, a megnövekvő gomoly felhőkből csak elszórtan, főleg a hegységekben képződik csapadék. 20-25 fokos koranyárias meleg lesz. Pénteken is magasra törnek a gomoly felhők, így zápor, zivatar is kialakul. Szombaton délnyugat felül erősen megnövekszik a felhőzet, majd fokozatosan beborul az ég és egyre több felé várható eső, zápor, zivatar. Megkezdődik a lehűlés és tartósabb esőzés is kialakulhat komolyabb mennyiségű csapadékkal. Műsorainkat megtekinthetik a www.express.co.rs címen, a Régió Rádiót hallgathatják és további híreinket olvashatják a www.regioradio.co.rs honlapon. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, kellemes pihenést kívánunk, viszontlátásra!